Havazik a kékestetőn a webkamera felvétele szerint. A videó azonban nem télen, hanem a múlt héten készült. Ezek a fotók pedig szintén arról tanúskodnak, hogy hiába mutat májust a naptár, több helyen is fehérbe borult a táj, sőt, néhol több centis hóréteg is kialakult. Egyre gyakrabban találkozunk ilyen szélsőséges időjárás jellemekkel, melyek a globális felmelegedés számlájára írhatók, ez a folyamat pedig a klímaváltozásra is jelentős hatással van. A napsugárzás az felmelegíti a légkört, felmelegíti a felszínt, az autónkat, az aszfaltot is sorolhatnám tovább, ezt mindenki tapasztalja, és ezt a fölös energiát a Föld az leadja. Leadná, hogyha a széndioxid koncentráció nem emelkedne, és a metán koncentráció, ami visszatartja. Tehát ezek úgynevezett üvegházhatású gázok. Tehát ebből az következik, hogy a légkörnek a hőmérséklete is magasabb lesz, ez viszont az óceánok hőmérsékletét is megemeli, és ez a kettő pedig a klímát, az időjárás jelentősen befolyásolja. Nemrég még kritikus aszályról számoltunk be, nyaranta pedig súlyos viharokról szólnak a hírek. Nem csoda, hogy gyakran mondjuk, megbolondult az időjárás, csak sokszor az nem jut eszünkbe, hogy ezért mi vagyunk a felelősek. A híradónknak nyilatkozó tanszékvezető azt tapasztalja, hogy a fiatalok szerencsére egyre fogékonyabbak a téma iránt. Évtizedekkel ezelőtt egy szociológus kolléga azt írt az egyik cikkében, hogy generációs bomba ketyeg. Aminek az volt a lényeg, azt mondta, hogy előbb-utóbb a fiatalok fel fognak ébredni, és rá fognak jönni, hogy mi, az én generációm, tönkretesszük a jövőjüket. Azzal, hogy túl sok széndioxidot, túl sok szennyezőanyagot bocsájtunk a légkörbe, és ennek az árát majd nekik kell megfizetni. Ezek olyan változások, amik nagyon sokáig el fognak tartani. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a héten folytatódik a változékony időjárás, a hét második felében ismét többször várható eső és lassan melegszik az idő, vasárnap még napos időre számíthatunk, jövő héttől azonban újabb hidegfront érkezik.